Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Hozlop csatornán. Óriási hírem van számotokra, ugyanis nem biztos, hogy ez mindenkinek tetszeni fog, de lecseréltem papit. De hogy is, csak vicceltem. Szóval hazajöttünk Magyarországról, biztos sokan tudjátok, hogy voltam 2 hetet Magyarországon, ezért is volt egy hét, ahol nem volt videó. Meglátogattam a Csobánkói lovardát, voltam a Nemzeti lovardában. Voltam Simon Fán a Cerdozó Kft. Lovardájában. Hol voltam még? Voltam a Serious Jumping Teamnél. Nagyon-nagyon jó kis csapat, imádtam velük lenni egy egész napon keresztül. Hazajöttünk pénteken, azaz tegnap előtt, autóval, levezettünk 1300 kilométert, és másnap nekem kezdődött egy ilyen lovas táborszerűség Patrikkal és Krisztellel. Délelőtt díjlovaglás van, délután díjugratás. A tegnapi nap végig papival nyomtam, ma pedig a díjlovaglás IQ-val fogom csinálni, aki Patriknak egy fedezőmennye. Na, vasárnap dél, kora délután körül vagyunk. Ugye tegnap reggel 9:30-kor kezdtük egy díjlovas edzéssel, arra sajnos nincsen videóm, mert Peti nem jött ki. Az a lényeg, hogy a lónak a vállának az irányítását tanultuk. Kitett a Krisztel nekünk 4 darab bóját, és a bóják körül a lónak a vállával kellett kanyarodni, tehát kicsi külső állítás, és külső szár, külső csizma segítséget kellett használni. Nagyon-nagyon érdekes feladat volt egyébként, és nagyon tetszett. Délután pedig volt egy ugróedzésünk, ugye Patrikkal. Elég nehéz feladatot kaptunk, tehát 5 akadályból állt a pálya, amit csináltunk, és akkor voltak rajta egyenes vonalak, voltak rajta olyan vonalak, illetve átló vonalak, inkább így mondom, amin teljesen így sréhen kellett menni a lóval. Tehát úgy volt, mindjárt láthatjátok, hogy az egyenes vonalon a 2 akadály között 5 vágtógrás volt, itt a másodikat elég rendesen elszúrtam, mert 4 nagyot vágtázott papi, aztán 1-et dobbantott előtte. Majd utána az átlóban a 3 akadály, amit sréhen kell megugrani, ott mindegyik között 2 vágtógrás van, viszont 2 szűk vágtógrás, úgyhogy ez is egy egész jó nehézség volt. És akkor itt az utolsó feladat az volt, hogy egy nagyon éles kanyarban visszakanyarodni a középső 2 akadályra, így videóról egyébként nem is annyira rossz, mint ami ennek fentről tűnt. Ma reggel megint csak díjlovas edzéssel kezdtük a napot. Igaz, kiskutyám? És Patriknak ugye a fedezőménnyével mentem, pont azért, mert délután az ugróedzés már egy kicsit nehezebb lesz. Vadonatúj kitörőkkel, nagyon színesek és elég félelmetesek, majd meglátjátok. Tehát Patrik felállított egy pályát, és azt fogjuk délután megugorni. Délelőtt pedig ugye a fedezőményén lovagoltam, aki IQ névre hallgat, 12 éves mén ugye, az apukája For Pleasure, anyukája pedig Darko vonalas, nagyon-nagyon jó ló egyébként, borzasztó jó tanító ló, tehát tényleg egyébként bármit kért a Krisztel, gyakorlatilag ahogy kimondta a ló, az már csinálta, úgyhogy nagyon jól át tudtam érezni, hogy hol milyen segítséget kell adni. És ma is egyébként ezeket a külső segítséges fordulatokat gyakoroltuk nagyon sokat, illetve az átmenetek finomítását. Ha elég szemfüles vagy, akkor észrevehetted, hogy IQ-nak a bal hátsó lába egy kicsit tikkel, tehát máshogy teszi, meg máshogy emeli, mint a többi lábát, ne ijedjetek meg, nem sánta. Nem tudom pontosan, hogy mi van vele, azt mondta Krisztel is, meg Patrik is, hogy abszolút átmegy a röntgeneken, tehát semmi idegrendszeri vagy csontozati problémája nincsen a lónak. Egyszerűen ez így a korral jött neki, de ahogy láthatjátok, teljesen egészséges
munkát tud végezni, abszolút nem zavarja semmiben, csak lépésben egy ilyen esztétikai hiba ez nála. Úgy gondoltam, hogy nem fogom kommentálni a pályánkat. Kétszer mentünk végig a pályán, és 90 centire, illetve 1 méterre volt az összes akadály állítva. Úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az első ugró felvételnél, hogy lentről nem annyira rossz, mint amennyire fentről annak tűnt. Tényleg fentről egyáltalán nem tetszett egyik... Miért mondom azt, hogy minden pillanatban? Szóval, hogy nem... egyik pálya sem tetszett fentről, de így videóról egészen elfogadhatónak mondanám, és kifejezetten tetszik, ahogy a csapattársak tapsoltak a végén. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, sajnos már is véget ért. Ígérem, hogy most már vissza fogunk jönni az oktató jellegű videókkal. Jézusom, milyen pszichopata fejed van, cica! Szóval nem sokára vissza fogunk jönni az oktató jellegű videókkal, ígérem, és mielőtt még elköszönök tőletek, szeretnék egy óriási köszönetet mondani, mert több mint 17 ezeren vagyunk a csatornán. Soha az életben nem gondoltam volna, hogy egyszer egy ekkora számot elérünk. Tőletek viszont most azt kérdezem, hogy szerintetek el fogjuk érni a 20 ezret? Ha igen, akkor lájkoljátok a videót, kommentben mindenképpen írjátok meg, és ahogy mindig, szívesen fogadom a videó ötleteket kommentben, úgyhogy árasztatok el minket itt lent, és akkor jövő héten találkozunk egy újabb videóban.